Ali! Mióta kosárlabdázol? Hát én 4 éves koromban kezdtem az óvodában. Már akkor csak, hát, alba csarnokból, csak így labdapatottatással, de... Mikor a suliba kerültem, akkor elsős koromban kezdtem el Laci bácsinál. Tilinger Laci bácsi? A DKK-nál kezdtem. Így szereztem Sógó barátot. És így jó ezzel a csapattal így játszani. Amióta ide kerültem U12-be, érzem, hogy amúgy fizikálisan, meg játékban, meg szellemileg is úgy sokkal erősebb vagyok, meg a Benni, meg a Peti, hát nagyon szimpatikusak, meg nagyon jó edzők szerintem. Két korosztályban játszok, ugye U12-14. Milyen különbség szerinted a két korosztály? Hát a gyorsabb játék, hogy többet passzol, hogy a U14-ben, a gyorsabban próbálják megoldani az ilyen egy-egyeket. Az a legfontosabb, hogy itt edzésen minél többet tudjanak fejlődni, tanulni, és ez egy jó visszacsatolás, a motiváció az, hogyha ha a mérkőzéseken végre tudják hajtani azt, hogy az edzéseken tanultak, és ha mellé jó eredmények párosulnak, akkor az még több motivációt meghajtó erőt jelent nekik. Ez igazából abszolút megvan ebben a csapatban. Dobtál már valaha a két meccsen 87 pontot? Igen, dobtam már többet is. Amikor 98 pontot dobtam 2 meccsen, a vezérek ellen dobtam 58 pontot, az ördögök ellen meg 40-et, és eddig ez volt a legtöbb pontos fordulom. Van olyan mérkőzés, amire te különösen büszke vagy, emlékezetes? Igen, idén volt a Paks ellen, a paksiak ellen. Itt játszottunk itthon, és számomra az egy nagyon lendületet adó, igazából nagyon jó meccs volt. Sok pontot is dobtam, 15-öt, és számomra az volt életem meccse. Előző, amikor PVSK-val játszottunk, akkor hát ment a játék, és igazából nem az volt, hogy egy ember fölhozta, és leegyegyezte az egészet, hanem ment, járta a labda. Amit? Múlt hét szombaton játszottunk, ez nagyon jó volt, az a meccs. Az Asera, vagy pedig a Bécs? Inkább a Bécs, mert ők egy, hát ők egy jobb időzőjelben jobb csapat, de ugyanolyan színben vagyunk velük szerintem mi is. Például most Pakson voltunk, itt most egész jól játszottam. Passzokat adtam, meg dobtam is. És szerintem megtanultunk azokat, amiket a Beniék tanítottak, hogy például hogy úgy szakadjunk el, vagy hogy például azokat az ígyszer fajtákat is megcsináltuk. Nagyon hálás őket edzeni, nagyon, nagyon szeretnének fejlődni, és nagyon-nagyon szeretnek kosarazni. És igazából az érződik rajtuk, hogy napról napra egyre jobbak akarnak lenni, és azért mindent meg is tesznek az edzéseken. Úgyhogy nagyon jó hozzáállású brigád, úgyhogy igazából minden nap élni velük dolgozni. Szerintem itt a legjobbak az edzők, meg a legjobbak a csapattársak. Szerintem jó, már... Ugye ők is fiatalabbak, és szerintem eléggé jó kapcsolatot építettem velük. Szerintem nagyon kedvesek, és minden helyzethez jól tudnak hozzászólni, hogy ha többen vagyunk, kettő csapatra hoz minket, ha kevesebb van, akkor olyan feladatokat ad. Úgyhogy én nagyon szeretem őket. Mit jelent számodra maga a kosárlabda, illetve a hát nekem ez nagyon fontos, mert ugye
egy héten négy-öt edzésem van, és ez ilyen rendszert alakított az életemben. Én a csapatom iránt nagyon kötődök, mert szeretem őket, régóta játszok velük. Egyébként nagyon sokat jelent számomra. Nagyon fontosnak gondolom, hogy megismerjek új embereket, és hogy jól kosarazzak. Hogy fejlődjek úgy, hogy barátokat is szerzek az úton. Szerintem olyanok vagyunk, mint valami testvérek, ha nagyon hívunk egymással, majd mondom. Nagyon jól tudunk csapatba dolgozni. Az eredményességről még annyira nem sokat kell beszélni, szerintem itt az a lényeg, hogy a gyerekek szeressék ezt csinálni, és hogy meglegyen nekik ez a lendület, hogy nyernek, és hogy edzésen részt vesznek, és hogy jó itt lenni, jó ebbe a közegbe lenni, jó edzésre járni, élvezik, amit csinálnak, és utána lehet majd az eredményességről és azokról a meccsekről beszélni, amiket majd meg kell nyerni, vagy esetleg mik lesznek, hogy lesznek. Most még ugye az a legfontosabb, hogy szeressék azt, amit csinálnak. Hát az NBA-be szeretnék eljutni. Van kedvenc NBA csapatod? Igen, a Los Angeles Lakers. És kedvenc játékosod? LeBron James. Mit gondolsz, hogy mi az, amit meg kell tenned, hogy mit kell tenned napunknak azért, hogy egyszer eljuss egy olyan szintre? Hát sokat edzeni, meg sokat dolgozni azért, hogy sikerüljön. Szeretnél később magasabb szinten is? Hát én nagyon szeretnék. Én nagyon szeretem a kosárlabdát is, úgy mint sport. Szeretnék. Célom az NBA-1, de nyilván az NBA a csúcs. Mi a célod a kosárlabdával? Az, hogy én is tudjak majd úgy játszani az NBA-ben, mint Dávid Kornél. Bravo!